általános iskolási osztályába kezdtem akkor ismerkedtem meg a kézilabdával. Bár előtte már nem volt ismeretlen, mivel a bátyám kézilabdázott akkor már. És egy tesi órán szúrt ki az akkori edzőm, hogy egy jó magas lány vagy, és szeretnél kézilabdázni. Hát én már aznap délután mentem edzésre, és azóta töretlen az edzésre járásom, úgyhogy így ismerkedtem meg a kézilabdával. Előtte jártam úszásra, néptáncra, egy kicsit a balett is befigyelt, bár azt gyorsan abba hagytam, de utána már nem volt. Én nagyon babonás vagyok, nekem a meccsnap az nagyon meg van határozva, hogy mit, mikor csinálok. Reggelire mindig hajdinapelyhet eszek, az is csak egyfajta, van ami jó nekem. Az is megvan, hogy pontosan 9 órakor kell, akkor az ebéd is megvan, hogy tésztát eszek csirkével, és utána uzsonnára pedig tápióka pudingot, ami a tavalyi szezonban Töffner Szasza készítette el nekem mindig, és akkor még ez is egy ilyen külön rituálé volt, hogyha itthon játszottunk, akkor elmentünk előtte kávézni, akkor adta nekem a pudingot, és azt tettem meg uzsonnára. Illetve megvan, hogy melyik ruhákat használom a meccsekre, azokat csak a meccsekre használom, és mindig bal lábamra kezdem el felvenni az oknit, illetve a cipőt. Ez a videó alatt jöhetnek a kommentek, aki esetleg készíteni nekem tápióka pudingot. Szerintem így a sport, főleg a csapatsport nagyon sok mindenre megtanított minket, nem csak engem, mind mentálisan, mind fizikálisan, tehát hogy nap mint nap ki vagyunk téve olyan szituációknak, amikor meg kell hozni döntéseket, gyorsan kell, jó döntéseket kell meghozni. Ezt szerintem a mindennapokban is át tudjuk vinni, hogy helyzetekben hogy reagáljunk. Szerintem a sport azért sok jót adott nekünk. Maga biztosnak kell lennünk vele, most a pályán is ott van egy tized másodperc, egy század másodperc alatt kell döntenünk, úgyhogy és meg kell hoznunk a döntéseket. Nehezebb meccsek után gyakran összeülünk akár csapatszinten is, akár csak ilyen kisebb társaságokba, és átbeszéljük, hogy mik történtek a meccsen, mit kellett volna máshogy csinálnunk, próbálunk tanácsot adni egymásnak, és segíteni a másikat. Nagyon fontos az, hogy mennyire ismerjük a másikat adott szituációkban, meccseken, tudjuk, hogy a másiknak most mire van szüksége, van akinek az segít, hogyha oda megyünk és azt mondjuk, hogy semmi baj, csinál tovább, van akire inkább rá kell szólni, attól szedi össze magát, úgyhogy nagyon fontos, hogy jól ismerjük egymást. Titkokat nem fogok elárulni, de vannak persze, ami most itt a nagy közönség szurkol és közben valahogy meg kell értetnünk egymásokat, tehát egy kicsi kézmozdulat, amit esetleg az ellenfél nem vesz észre, egy kicsi fejbillentés, hogy most merre szeretnék én menni, mit csináljon a társam, úgyhogy vannak ilyen kicsi kis jelzések, amiket reméljük az ellenfél nem vesz észre. Ezek inkább ilyen kis páros, hármas kapcsolatok szoktak lenni, tehát hogy vannak persze a figurák, amiket a csapat azt nap mint nap használ, de inkább ezek ilyen páros, hármas kapcsolatok, amikor egy fejbiccentésből most tudja a társam, hogy most én most erre fogok menni, én most arra fogok menni, tehát hogy ezeket megbeszéljük előtte, edzéseken is gyakoroljuk, és akkor ezeket szoktuk így használni meccsen. Amúgy a jelzések maguk szerintem végesek, de az, hogy ki mire használja, az teljesen más. Tehát mondjuk köztem meg a Kincső között egy kacsintás egy kínait jelent, a Bia meg köztem meg azt, hogy a Bia kifele indul el például. Nekem konkrétan példaképpen nincsen, nagyon sok játékosnak szeretem a játékát, és szabadidőmben nagyon sok meccset is nézek, mert nagyon sokat lehet belőle szerintem tanulni. De egy kedvenc játékosom van, a Veszprémből Kentin Maé. Neki nagyon szeretem a mentalitását, a hozzáállását. Őt próbálom követni így az életben is, a közösségi oldalakon, mert nagyon tetszik az a lazaság, amivel ő játszik és úgy éli az életét, és az a magabiztosság és a pályán a bátorsága. Sokszor szoktunk csapatszinten eljárni, hogyha az edzésünk és a meccsünk is úgy engedi, hogy össze tudjuk egyeztetni a többi csapatnak a meccseivel az időnket. Vidi meccsen is nagyon sokat voltunk már, kosármeccsre is gyakran járunk, és a hoki meccseket is szívesen nézzük.
Tehát egy teljesen más közösség, teljesen más csapatsport, tök jól látni, hogy hogy küzdenek mások ugye a pályán, úgyhogy egy ilyen új impulzus tud adni. A legnagyobb eredményemnek most a VB-n elért második helyezést tartom, emellett persze a tavalyi EB győzelem sem sincs sokkal hátrébb, de ez mindkettő hatalmas élmény volt számomra. A tavalyi EB-n ugyan részt vettem, de nem jutottam olyan sok játék lehetőséghez. Ahhoz képest most ezen a VB-n nagyon sokat játszottam, és azt gondolom, hogy hozzá is tudtam tenni a csapat sikeréhez, és ezt inkább az enyémnek érzem ezt az ezüstérmet, mint a tavalyi aranyérmet. Az évek során elég sok betűnevem volt, ez adódott abból is, hogy esetleg a pályán gyorsan kell hozzám szólni, tehát szerintem ez a leggyakoribb a B, tehát ennyire lerövidítettük a nevemet, de hát full nagyon sok, tehát itt voltak külföldi játékosok, ők is teljesen máshogy mondták ki a nevemet, hívtak engem már Briósnak, Boldinak, tehát hogy így mindennek. De mindegyiket szerettem, mert mindegyiknek megvolt, hogy kihez tudom kapcsolni. Nekem egy ilyen konkrét becenevem van, a Bambi. Még amikor én felkerültem felnőttbe, akkor volt itt egy francia kapus, Armand Attingré, és ő adta igazából nekem ezt a becenevet, mert azt mondta, hogy úgy mozgok, mint egy Bambi, olyan hosszú, vékony lábaim vannak, és ez így eléggé rajtam maradt, ugye a lányok közül többen is szoktak úgy hívni még a mai napig, így szerintem ez az egyetlen, ami nekem ilyen becenevem van.